lentinél a terhelés, leterhelem a combját. Ez még mindig elmaradt, hogy oké, már egész jól leterhelitek az ellenfelet, de a lábfejeteket nem teszitek ide be az ellenfelnek a lábfejeteket. Meg kell oda terni. Szépen megteszem oda, megfeszítem, és már is le van terhelve az ellenfél. Hasonlóan letolom, napokulát megszakolom, és tudom, megkapaszkodok ide a hónajába az ellenfél. Egy picit az ellentétes irányba mellé fekszem, hosszan átnyúlok, amelyen hosszan csak bírok. Akinek hosszú a keze, az ide a felkarjára nyúl vissza, akinek nem olyan hosszú, az az alkarjára. De arra figyeljük, hogy nincs ilyen madárfogás. Nincs madárfogás, nem. Teljes fogás, mint az öt ujjam rá kézre, jó? Nem ezzel a madár. Kis súlyunkban van az erő, jó? Arra koncentrálunk, az a legszorosabb. És a másik karral is, amivel visszafogok, azzal se madárfogásba fog vissza, hanem kéz élfet szorul. Ez a kéz él, ezt nagyon meg kell tanulni, mert ez a húzásoknál is, a szorításoknál is fontos szerepet játszik. Na, tehát kapocsfogás, hosszan átnyúlok, összefogom a pörgetni. Ahova hosszan kinyúltam, arra fogok pörgetni. Nézzük! Lejövök egészen a mellkasommal a fenekéhez, az államat a kapockája közé dugom be. Nem itt fönt terelem, mert az olyan, mint hogyha semmit nem csinálnék, túl lent már megint nem jó, mert akkor lecsúszik a fogás. Már középen. Ellentétes irányba kitoppantok, és azzal veszek lendületet, és vágom alá a térdem, és magas hídon keresztül fogom átvinni. Nézd meg, mert ezt szokott nálatok kimaradni. Ez a toppantás, ez ne azért legyen, hogy csak oda kilépek, hogy történjen valami, nem. Azzal tudom magam rúgni, jó? És vágom alá a térdemet. Nézzük meg a tért, hova bemegy, beveszem az ölembe az ellenfelet, végig szorosan fogom. A kiinduló helyzetbe végzem.